Köszöntöm kedves nézőinket Sipszó után című sportmagazinunkkal. A Szent István gimnázium diákjait és tanárait csodálatos napsütéses idő várta a múlt pénteki sportnapon a Kubikus Parkban. Ezáltal a játékos feladatokat és kihívásokat jó hangulatban és könnyedén teljesítették a fiatalok. Bodnár Erika segítségével hangolódtak a gimisek a pénteki sportnapra, ami már mondhatni hagyományos programmá vált az intézmény életében. Az idén azonban egy pályázati lehetőségnek köszönhetően kibővült a rendezvény. Ez egy EFOP 332-es pályázat. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár nyerte meg ezt a pályázatot, amelynek a megvalósításáért a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár a felelős. A pályázat során 14 oktatási nevelési intézménnyel jött létre együttműködési megállapodás, köztük a Szent István Gimnáziummal is. E pályázatnak a keretében a Sport és Egészség Napot fogja megvalósítani az intézmény, valamint egy diákszínjátó szakkör is működni fog az intézményen belül. A projekt megvalósítása szeptemberben kezdődött, ami lehetőséget biztosított a gimnázium számára, hogy az idei nevelési évben ősszel is megszervezzék ezt a sportnapot. Apropója kettős. Az egyik, hogy a Kalocsai Kulturális Központnak van egy pályázata, amelyhez mi is csatlakoztunk több más kalocsai intézménnyel együtt, és ebben a pályázatban mi két tevékenységgel fogunk majd részt venni. Egyébként ez most kezdődött 2018. szeptember 1-én ez a pályázati projekt. A kettő tevékenység közül az egyik az, ami sport és egészségügyel kapcsolatosan, egészségneveléssel kapcsolatosan függ össze, és ennek keretében vagyunk mi többek között itt. A másik apropója az, hogy gyakorlatilag most már több év óta minden alkalommal van valamilyen sportos megmozdulás az iskolába. És gyakorlatilag ez a pályázat kapura jött azzal kapcsolatosan, hogy az idén akkor nem egy lesz ilyen, hanem kettő. És az őszi mostani rendezvényünk ez, amin most itt vagyunk. Azt gondolom, hogy ettől jobb időt nem kívánhattunk volna. Maga a rendezvény az nagyon sok lábon áll. Az elsőleges szempont nyilván az, hogy minél több gyereket megmozgassunk. Tényleg itt van a teljes gimnázium, tehát minden osztály, és az első ilyen megmozgatás az gyakorlatilag most a bemelegítés, amit Bodnár Erika tart, akit azt gondolom Kalocsán mindenki ismer. Utána osztályversenyek lesznek majd, osztálysorversenyek, különböző sporttémákban állította össze a három testnevelő tanár kollégám, Kis Zsolt, Szűcs Zoltán és Balogh Tamás. Ezután pedig párhuzamosan különböző helyszíneken zajlanak majd az események, lesz evezés, lesz pingpong, sakk, hogy a szellemi sportnak is áldozzunk, lesz slalomverseny, és a végén lesz egy kis pályás foci mérkőzés is. Tulajdonképpen ez az, ami a mai napnak a programja nagy vonalakban. És a mozgáson és a közös élményeken túl van-e valami díjazása ennek a mai napnak? Lesz-e esetleg győztese vagy pontversenye ennek a dolognak? Persze, tehát itt komoly tétje van a dolognak. Tehát a sorversenyeket és minden egyéb mást is úgy szervezték meg a kollégáim, hogy gyakorlatilag versenyre megy, mint a sport általában. Jó, a szabadidősport talán nem, de egyébként a sportban ugye nagyon fontos a versenyszellem. És itt is a sorversenyek is kemény pontozásra mennek, és az egyéb más versenyek is. És egy picit viccesen mondtam a bevezetőmben, vagy a megnyitómban, hogy az utóbbi években a mostani 12. C-sek voltak azok, akik a legjobban szerepeltek, és azt gondolom, hogy egyfajta kihívás is most a többieknek az, hogy őket is legyőzzük. Úgyhogy egy picit még ez is apropója itt a mai sportversenynek. A dobogó legfelső fokára az idén végül a 10. B-sek állhattak fel. Idegenben sikerült, itthon nem. A pontszerzés Kolics együttesének. Az edző szerint az idei bajnokságban nem lesznek lefutott mérkőzések, meglepetések azonban igen. Két gólos győzelmet aratott a Rinyamenti KC, azaz a Nagyatáda KKC ellen a bajnokság harmadik fordulójában, itt Kalocsán. Az eredmény mondhatni nem csak a hazai csapatot, de az ellenfeleket is meglepte. Amióta Nagyatádon vagyok, nem nagyon emlékszem vissza, hogy nyertünk volna. Kalocsán mindig a Kalocsa az esélyes, akárki jön ide. Ezt tudtuk ma is. Ugye mi múlt héten egy nagy arányú vereséget szenvedtünk otthon a PH csapata ellen, és mindenképpen szeretnünk volna egy olyan mérkőzést, ahol úgy jöhetünk le a pályáról a meccs végén, hogy emel fővel, és nincs bennünk hiányérzet. Én azt mondtam a fiúknak, hogy ha ez vereségre futja, akkor vereség. Ha netán egy jó szoros mérkőzést és egy szoros mérkőzésen egy kis győzelmet tudunk aratni, akkor én nagyon büszke leszek mindenkire, és nagyon fogok örülni.
mert Kalocsán nyerni dicsőség. Szükségünk volt rá, megcsináltuk, nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk, és nézzünk elébe. Gelencsér ma brillírozott ezen a meccsen, átlövésből, büntetőből, szinte mindenből betalált. Így van, hála Isten. Amit kértem tőle, hogy ne a sánc fölött, hanem a sánc mellett lőjön, az hála Isten megcsinálta, és a hátára vette a csapatot. De úgy gondolom, nem csak őt kell kiemelnünk, hanem hátul nagyon sokat griztünk. Azt, hogy a kalocsai csapattól mi 26 gólt kaptunk itt Kalocsán, az mindenféleképpen a védelmünknek a dicsősége. Most viszont otthon lesz majd egy kemény meccs a Komló ellen. Igen. Ugye fiatalok futnak, mennek előre, jönnek vissza. Nagyon nehéz, teljesen más, mint a megszokott stílus itt az NB2-ben. Megpróbáljuk felvenni velük a futómennyiséget, aztán győzzön a jobb. Komoly a sérülésed? Hát most ilyen pillanatban úgy érzem, az egész oldalon fáj, a lábamat is érzem, hogy fáj. Nem tudom, nyilván röntgen, aztán majd kiderül. A hétvégén tehát elmaradt a kalocsai bravúr, és a verhetőnek hit nagyatát vihette haza a pontokat szombaton. Természetesen nem vártam, de bőven benne volt. Tehát az előzményeket tekintve, és a bemelegítésnél az ellenfél játékos állományát látva, én tisztában voltam azzal, hogy ez bőven három esélyes mérkőzés. Aztán végül is a végén ment el, tulajdonképpen második fél időben ment el a mérkőzés, mert hol vezettünk, hol az ellenfél vezetett, viszont nem sikerült kivédekezni az ő támadásaikat. Gelencsér büntetőből, átlövésből, mindenből gól szerzett az ellenfél játékosa. Hát egy percig nem volt esélyünk. Még a négy gólnál is tudtam, hogy ez a mérkőzés nem a miénk. Ezersebből véreztünk. Nem volt kapus teljesítményünk, ami az elmúlt héten bravúrokat hozott védekezésben. Ezeket a távoli átlövéseket nem tudtuk kezelni. Támadásban technikai hibákat vétettünk, ami általában nem jellemző ránk. Az ellenfél kapusa a második fél időre följött, úgyhogy én egy percig nem éreztem az esélyét annak, hogy itt nyerni tudunk, de nem is érdemeltünk volna meg még egy pontot sem. Az eredményhez némileg hozzájárult az is, hogy nem volt teljes az együttes, hiszen hiányzott a csapat egyik alapembere, Kanalas. Természetesen ő egy alapemberünk, elsősorban védekezésben. Hát ő is egy kézilabdás rendezvényen volt, a Csóti Ropi lakodalmán mulatja az idején. Elég baj ez, viszont a jövő héten ismét komoly mérkőzés elé néz a kalocsai csapat. Így van, az adminisztráció a papírforma alapján elvileg mi vagyunk az esélyesek, de már többször hangsúlyoztam, hogy ebbe a bajnokságba oda-vissza, össze-vissza verések lesznek, a csapatok egymást nem kimélik, nincs lefutott mérkőzés, idegenbe, hazai pályán a meglepetések sorával lehet majd találkozni. Az imént elmondottakat bizonyítja az is, hogy bravúros győzelmet arattunk Komlón. Így van. Ott pont abban voltunk a legerősebbek, amiben itt a leggyengébbek. Ott nagyon jó volt a védekezésünk és a kapus teljesítményünk, a kapott gólok alapján is állíthatom ezt nyugodtan. És még, ami pluszt jelentett ott, hogy a fizikai állóképességi tartalékainkat tudtuk mozgósítani. Itt viszont nem éreztem a mérkőzés első pillanatától kezdve azt, hogy ezt próbálnánk használni, próbálnánk ezeket az idősebb játékosokat kifárasztani. Átvettük ezt az öregúras felsét a tempójukat, és nagyon hiányoztak az indítások. Ma nem ment úgy Ruminak sem, ahogy szokott. Természetesen egy játékostól nem várható el, hogy mindig egyforma csúcsformába játszon. Szélről most nagyon sokat hibázott, de nem is jutott annyi lehetőséghez, kevesebb labdát kapott, és amint mondtam, az indításokban sem tudtuk használni. Ez a meccs elment, viszont a hölgyek hónap mennek majd vidékre, akik 7 góllal nyertek itthon az első mérkőzésükön. Igen, hát ott a 7 gólos győzelem ellenére elégedetlen voltam, sok hibával játszottunk ott is. A Lajos Mizse csapatát nem ismerjük, ők a tavalyi évben az NB2-ben játszottak, nem kiestek, hanem közép mezőnyből visszaléptek a megyei bajnokságba.
fekete ló, nem tudjuk, hogy mire számíthatunk. A meccset azóta szeptember 30-án lejátszották a lányok, és nagy arányú 19-35-ös győzelmet arattak. A mérkőzésre egyébként a szokásokhoz híven indított szurkolói járatot a klub. Minden mérkőzésre kérjük a nézőinknek a segítségét, mert pontosan ez a mérkőzés mutatott arra rá, amire én folyamatosan utalok és próbálok hangsúlyozni, hogy bőven sebészhetőek vagyunk. Ez a kis létszám, ez a fiatal társaság, ez mint ahogy győzelmet is tud idegenbe adni, hazai pályán is ki fog kapni egyszer-kétszer. Reméljük, hogy a következő mérkőzéseken azért inkább a győzelem lesz majd a túlnyomó. Hát természetesen mindig arra próbálunk törekedni, de hangsúlyozom azt, hogy mindenkor a realitások talajáról kell indulni, mert aki álmokba kergeti magát, és csak nagy elképzelései vannak egy mérkőzésről, egy győzelemről, és nem találja az oda vezető utat, az nem lesz siker. Viszont a kalocsai lányok úgy néz ki, hogy erősödött, a csapatuk erősödött. Igen, ez feltétlen, ez a két új ember nagyban erősítést jelentett, viszont a mezőny is erősödött. A mezőny erősödött azzal, hogy a Miklós csapata, a Kiskörös csapata régi MB2-es játékosokat, fiatal visszajátszó, magasabb osztályból visszajátszó játékosokat igazoltak. A Miklós már elmentem idegenbe megnézni, nagyon ügyes kislányok vannak. Hát a cél így az első ránézésre az lehet, hogy jussunk be az első négybe, és akkor ott a rájátszáson majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. A kalocsai KC három forduló után két győzelemmel és egy vereséggel a tabella 6. helyén áll, de csak a gólkülönbségek miatt, hiszen 6 másik csapatnak is 4 pontja van jelenleg. A város nagycsoportosait várták a Méhecskék ESE edzői kedd délelőtt a kalocsai városi sporttelepen. A gyerekek a programnak köszönhetően játékos formában ismerkedhettek a labdarúgással. A magyar sport jövője elképzelhetetlen a felnövekvő generációk sikeres és minél szélesebb körű sportnevelése nélkül. Éppen ezért a Bozsit program indulásakor az MLS különös figyelmet fordított arra, hogy a legkisebbeket, az óvodás korúakat is megszólítsa és bevonja a labdarúgásba, a labdával történő játékokba, vagyis minél korábban fertőződjenek meg a gyerekek a labda, illetve a foci által. Az MLS óvodás programjának célkitűzése a gyermekek sokoldalú mozgáskultúrájának fejlesztése, a sportolás megszerettetése, a tehetségek felfedezése és egyesületekbe történő közvetítése. Minden óvodába bejárunk edzést tartani, és ez a Bozsik intézmény programba neveztük az összes kalocsai óvodát, és ez is része ennek a programsorozatnak. Ősszel a nagycsoportos óvodásokat szoktuk egy alkalommal egy ilyen fesztivál keretében vendégül látni, tavasszal pedig a közösségeket és újra a nagycsoportosokat. A hideg őszi időjárás miatt ezúttal a sporttelep műfűves pályáin várták a város nagycsoportosait a Méhecskék ESE edzői. A szervezők, mint mindig, most is kitettek magukért, és igazán kreatív feladatokkal várták a kicsiket. A program az ovisok életkori sajátosságait figyelembe véve zajlott, részletesen szabályozott rendszerben, egységes szakmai és pedagógiai elvek mentén. Ennek köszönhetően a gyerekek forgószínpadszerűen járták végig az egyes állomásokat, amelyeken többek közt kalózként kincseket gyűjthettek, vagy éppen krokodilként zsákmányra vadászhattak. Nyilván az óvodásokhoz igazítjuk a feladatokat, próbáljuk minél egyszerűbben megoldani, mozgáskoordináció, de azért találkoznak labdával is, nyilván lábbal még nem olyan ügyesek, legtöbb feladatban kézzel is hozzáérhetnek a labdával, hát érzékeljük a labdát, ez a lényeg. Ugye, hogyha már szóba került itt a Bozsik program, éppen a hét végén volt ennek egy állomása itt Kalocsán is, különböző csapatok érkeztek ide hozzátok, kik azok, akik ide érkeztek, és hát amint én láttam, ugye voltak hasonló feladatok is a maihoz. Igen, az a Bozsik Egyesületi program, tehát a Bozsik az kettő fele ágazik el, van egy intézményi része és van egy egyesületi programja. Az egyesületi programban a különböző települések, bevonva még Solt körzet településeit is, Kunszentmiklós, Szakszentmártonnal,
Géderlak, Fajsz, tehát itt a környező települések, egyébként 8 település volt a hétvégén. Ott nyilván már olyan gyerekek vannak, akik egyesületekben sportolnak, már nyilván itt az oldalban is előfordul, aki egyesületben sportol, de itt a nagy része az még csak most találkozik a futballal, vagy akár a mozgással. Nyilván nem lesz mindenki focista, egy része elmegy tornázni, másik része úszni, harmadik része kézilabdázni, de ezzel nincsen semmi probléma, mi azt próbáljuk ezekkel a fesztiválokkal képviselni, hogy mozogjanak minél többet a gyerekek. Ugye, ha már óvodások, az egyes óvodákban tulajdonképpen a napi programba bekerültek a foci edzések is. Hogyan tudnak jelentkezni ide, hogyan működnek ezek az edzések, mire van szüksége a gyerekeknek, feltétele az, mondjuk, hogy egyébként is járjon foci edzésekre, vagy elég, hogyha az óvodában részt vesznek ezen a gyerekek? Az óvodákba kezdenek el mozogni a gyerekek. Nyilván, hogyha a szülő akarjózni egyesületi szinten sportolni a gyereket, mi örömmel várjuk. De az edző kollega is, aki bejár az oldalba, onnan irányítja át hozzánk az ügyeseket. Nyilván, mondom még egyszer, nem mindenkiből lesz focista. Itt elsőleges cél az, hogy már óvodáskorban hozzászoktassuk őket, hogy mozogjon. Az intézményekben zajló edzésekről az óvónénik tudnak bőve felvilágosítással szolgálni a szülők számára, az egyesületéről pedig maguk, a méhecskés edzők. A méhecské pályán majdnem minden este 4 órától edzések vannak. Oda kihozzák a kisgyereket, és ott szerintem tudnak információt adni az ottani edzők, ha én nem is vagyok ott. Egyébként az óvodás edzés az hétfőn és csütörtökön van 5:30-6:30 kinn a Mieskék pályán. A kalocsai Ese Ciglédi úti karatékáiról a szentesi utánpótlás világbajnokság után adtunk hírt. Szűcs Zsolt akkor nem tudott személyesen beszámolni a versenyről, most azonban stúdiónk vendége volt, és részletesen mesélt a VB és az elmúlt időszak eredményeiről is. Június végén Szentesen rendezték meg azt az utánpótlás világbajnokságot, melyen a kalocsai Ese karatékái is részt vettek, méghozzá nem is akármilyen eredményekkel. Június 22 és 24 között rendezték meg Magyarországon a Kyokushin világbajnokságot. 33 ország 700 versenyzője kvalifikálta magát a rangos eseményre, köztük a kalocsai sportegyesületnek a karate szakosztály versenyző is. Ugye a lányok, a junior lányok már korábban világversenyeken részt vettek, világbajnokságról hoztak már eredményeket, illetve már többször világkupa győztesek voltak, vagy helyezettek. Itt nagy örömünkre szolgál, hogy tavaly évben a Mészáros Lili megnyerte a világkupát, idén pedig a világbajnokságot is megnyerte. Ezen kívül még több dobogós helyezésünk is lett a világbajnokságon. A Besenyei Réka második helyezést érte, a Dicsadorina a harmadik helyezést, és a Jáksó Márkó szintén a harmadik helyezést érte. A legkisebb gyerekek között a Matos Milán, ő egy tehetséges ifjú versenyző, ő pedig Katába indult, és 4 fordulót követően 4. helyezést ért el. Úgyhogy ezeket tudok beszámolni a világbajnokságról. 4 fő válogatott mellé jöhetett be, mivel Magyarországon rendezték meg az utánpótlás gyerekcsapat, és így ezért voltunk 8-an a versenyen. És egyébként azt az eredményt értékel, vagy az, amit ott láttál a versenyen, amit szerettél is volna látni, tehát úgy sikerültek a szereplések, mert nyilván ugye ezek a helyezések, ezek nagyon szép helyezések egytől egyig, de hogy sikerült-e azt ott a versenyeken megvalósítani, amire fölkészültetek? Mindenképpen dobogóra vártam a lányokat. Ugye ő nekik már ugye diákolimpiákon, magyar bajnokságokon, nemzetközi versenyeken ők már bizonyítottak, tehát úgy kvalifikálták magukat, hogy dobogóra vártuk őket. Titokban én még a Besenyei Rékát is ugye dobogóra vártam, de lehetett volna akár első helyzet is. Ugye amikor valaki döntőzik, akkor sokszor kicsin múlik az, hogy első helyzet lesz, vagy második helyzet lesz. Ugye innen tulajdonképpen a VB-ről azonnal edzőtáborba indultál. Hogyan telt a nyár, milyen eseményeken, táborokon, versenyeken vettetek részt? A nyári edzőtáborozásról hagyományosan most már 7. alkalommal rendeztük meg a Velencei tópartján a szokásos edzőtáborunkat. Ez közösen a Keceli Bácstím csapatával, Vancsik Szenszeinek a vezetésével. 80 fő vett részt ebbe a táborba.
ugye szülők és gyerekekkel együtt. Napi 3-4 edzés, illetve egyéb programok voltak megszervezve. Mindenki jól érezte magát, nagyon sokat fejlődtek, nem csak karatét tanultak, hanem különböző földharcos elemeket, illetve csikó, illetve különböző gyógytornás foglalkozások is voltak. A szabadidőben kirándulásokat, fürdőzéseket szerveztünk, és ilyen kézműves foglalkozásokat. És volt esetleg másik versenyetek a nyári időszakban? A nyári időszakban nem volt versenyünk, egy kis pihenő volt a versenyek tekintetében, hanem a mostani őszi időszakban kezdődnek el a versenyek. Még részt vettünk nyáron nemzetközi edzőtáborban, itt főként a feketeövesek, illetve a mesterek. Szolnokon voltunk, illetve Duna-Szent Miklóson. És egy ilyen tábort hogy kell elképzelni, ahol a mesterek, a sportág nagyjai vesznek részt, az miben különbözik mondjuk attól, amit ti a saját versenyzőiteknek szerveztek? A szolnoki összejövetel, illetve edzőtábor az úgy nézett ki, hogy Japánból érkezett egy olyan ember, aki benne van a technikai bizottságban, ő szokott vezényelni, és módszeresen végigmentünk a karate technikákon, katákon, beszélgetések voltak, elméleti képzések, és ez így néz ki, hogy tehát a mesterek, akik tanítják a karatét, illetve a foglalkozásokat vezetik, egy módszertant is kapnak, hogy hogyan. És akkor most hogyan fog folytatódni majd ez az őszi szezon számotokra? Az őszi szezon a hétvégi halaskupával kezdődött el. Halason negyedik alkalommal rendezik meg a halaskupát. Az idei évben már nemzetközi méretűre nőtt. Osztrákok, Ausztriában, illetve Szlovákiában is érkeztek versenyzők. Több mint 200 versenyző vett részt, a kalocsai szakosztályban is 15 versenyző vett részt ezen a versenyen, és nagyszerű eredmények születtek. Mészáros Lili, a világbajnokunk, ugye természetesen megnyerte a viadalt, kupagyőztesként tért haza, illetve Kozma Patrik és Jáksó Márko, aki szintén világbajnokságon negyedik helyezést ért el, most ismét megnyerte a halaskupát. Aztán három fő második helyezést érte Besenyei Réka, Dicsa Dorina. Illetve a lányok mellett Matos Milán is felállhatott a dobogó második fokára a verseny végén. A harmadik helyezést pedig a Szőnyi Andor, Szűcs Luca és Fáki Máté érte. És akkor mi lesz majd a következő? Lehet-e már tudni, hogy milyen versenyre mentek? A következő versenyünk Szentesen, illetve Budapesten lesz. Szentesen rendeznek egy Hungária Open-t, egy nagyméretű nemzetközi versenyt, illetve Budapesten lesz a utánpótlás magyar bajnokság október 20-án. Ezekre fogunk készülni. És akkor most térjünk át egy kicsit másik részére a sportnak. Ugye az edzésekre mindenhol most tulajdonképpen szeptembertől, vagy legalábbis a legtöbb sportágnál elindulnak az edzések, elindul az utánpótlás, toborzás, nincs ez másképp nálatok sem. Ugye lehet jelentkezni, most is várjátok az új tagokat. Hogyan tudnak jelentkezni, mi az, amire számíthatnak a jelentkezők? Beszéljünk egy kicsit erről. Igen, minden évben így össze szeptemberben szoktunk tagfelvételt tartani, szinte minden korcsoportnak, várjuk az óvodásokat 5 éves korcsoporttól, aztán a kisiskolásokat, felső tagozatosokat, valamint középiskolásokat is. Felnőtteket is várunk, a csoportbeosztásaink a következők, tehát vannak ovisok gyerekek, illetve gyerek haladó csoportunk, illetve felnőtt csoportjaink. Ezen kívül van olyan lehetőség is, hogy a szülők és a gyerekek együtt járnak edzésre. És hol tudnak jelentkezni azok, akik szeretnének? Jelentkezni akár személyesen az edzőtermünkbe, a Kalocsa-Ciglidi út 3 szám alatt. Ott edzésidőben, tehát minden nap 4:30-tól ott vagyunk, bármelyik edzésre el lehet jönni, meg lehet nézni. És azt szoktam javasolni a szülőknek, gyerekeknek is, hogy beiratkozás előtt vegyenek részt 2 hét próbaedzésen, ott el tudják dönteni, hogy
erre gondoltak-e, illetve ezt szeretnék-e gyakorolni, illetve csinálni. A tagfelvétellel kapcsolatban tehát személyesen az edzéseken, vagy akár telefonon a 20-33-10-298-as számon Szűcs Zsolt edzőnél tájékozódhatnak az érdeklődők. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!